szakít vagyunk akkor a Nagyvárad téren. Ez az állomás nem lesz lezárva, viszont itt lesz a végállomás, itt arra fele van egy fordító, és ott fognak majd a vonatok visszafordulni. Kértek, ez is még viszonylag még kéreg állomás, ez, ha fosolyt a leheltér, ez ilyen több feljáróval. Viszont, ahogy látjátok, ez már középperonos. Akkor mindjárt fel is megyünk, ezt is megmutatom nektek. Be is lehet látni valamennyire itt az üzemi területre. Na, és akkor ezt nézzétek, hát így. Ez már a úgymond felszín közelibb szint. És akkor innen lehet majd kimenni a felszínre. Majd azt is megmutatom nektek, úgyis útba esik, erre kell jöjjek. És itt is a retrószékek, bár itt valószínűleg meg fognak szerintem maradni, mert most ez az állomáshoz még nem nyúlnak, ez majd a... Na, szóval ez majd az utolsó, harmadik etapnak a része lesz. Itt ezek a retro oszlopok még nagyon jók, ez a 3-as metró, azért több helyen is vannak ilyenek. De ez most a felújításban nem lesz, hát annyiba lesz érintett, hogy végállomás lesz, és innen fognak visszafordulni a szerelmények, ahogy de az első etapnál a leheltérhez se nyúltak. Viszont vannak ezek a képek itt, amik elég érdekesek, viszont ezeket is ráér még dokumentálni, mert még meg fognak maradni. Majd, hogyha végeznek a déli részen és jön a középső a 3-as metró felújításnál, akkor érdemes lesz majd ezeket is megörökíteni, mert nem biztos, hogy visszakerülnek. Mert igazából semmi ok nincs rá, hogy ez ne így történjen. Ez például egy ránézés, szerintem a Bajcsy-Zsilinszky út. És azt érzétek, vagy a Nagykörút, most hirtelen is tudom. Ja, lehet, hogy a Nagykörút a nyugati téli posta és arra fel az nyugati, vagy a kelet? Mi ez? És akkor itt van a kiállat, hogy csak egy helyen lehet kijönni az állomásról. És itt a kiállatnál nincs is külön válasz, van, hogy mindjárt megpróbálom megmutatni, hogyha elmegy a tömeg. Nézzétek, tehát itt ez az egy bejárat van, és akkor ugyan... Tehát egy lejárat ott a középpelónnál, tehát itt nem az van, mint a legtöbben, hogy itt két külön lejárat van a két külön oldalhoz. És akkor itt lehet kijutni az aluljáróba. És látjátok, hamarosan jön majd a metrópótlás itt, és egyébként itt a felszínen is vannak átszállási kapcsolatok, itt van a 24-es villamos, ott megy. És itt van a Sotetorony, az ország egyik legmagasabb épülete. Jó emlékszem, akkor a 24 emelet körül van. Hát ez itt csak a felszín, a metró az itt van alattunk. És arrafele van tovább a klinikák, az Üllői út. De ez a része már nem érintett a metró felújításba. És akkor látjátok, itt van maga a Nagyvárad tér. És a végállomás lesz majd hamarosan, egy másfél héten belül körülbelül. Akkor szerintem a 3-as metró déli szakaszáról szóló állomás bemutatók azok itt véget érnek. Nagyvárad tértől kifelé lesznek majd a metró felújítások. Itt még mondom még egyszer nem. Úgyhogy akkor megyünk is tovább.